nagyon régóta várom, hogy 18 leszek, és kíváncsi vagyok, hogy mennyi változás fog történni. Most vagyok itt először, én soha nem voltam még Glamour gálán, de be kell valljam, hogy nagyon éhes vagyok. Hát majd hagyunk, hogy elmess enni. Mehetünk együtt is enni, de végignéztem az egész díjátadót, nagyon gratulálok a jelölteknek, és színvonalas szerintem az egész. De nem voltál jelölt? Én most nem voltam jelölt. És az Eurovíziót ugye megnyerted, nem nyerted? Én nyertem. Igen, nagyon gyakoriak a hasonló jellegű kérdések, hiszen ugye van Csemer Boglárka, és vagyok én Bogi, Dallos Bogi. De hát gyakori a keverés sajnos, úgyhogy majd ki kell találnunk valamit. De hát te vagy az első. Igen. Na beszéljünk a ruhádról, gyönyörű, szép, mit kell tudni róla, ha már ugye a divattervezők is ugye díjat kaptak. Kinek a nevéhez fűződik ez a ruha? Ez egy szegedi Kata ruha, tegnap választottuk ki is Rejter Lilla stylistom segítségével, és hozzá egy ilyen kis lapos talpú tornacipő van, ilyen tipikus bogis szett szerintem. Kicsit ilyen hamupipőke feelingem van, amit ugye te is láttál, hogyha jól tudom. Ez egy direkt, vagy így véletlenül jött így ki? Neked hamupipőke feelinged van, annak én akkor nagyon örülök, nem volt cél egyébként. Hát akkor ez az én üvegcipőm, ez a modern hamupipőke. Igen, láttam, most voltam a premierjén egy hete, és nagyon cuki volt. Nekem az egyik kedvenc mesém a hamupipőke, és jó volt látni így megfilmesítve, és nagyon szép a hercegnő is, és a herceg is. És akkor hiszel újra a tündérmesében? Én mindig is hittem, és van benne valami ilyesmi mondat, hogy légy bátor és kedves. Ezt meg kell jegyezni. És ezt te meg is fogadod? Én ezt megfogadom, és kedves és bátor leszek. És hogyha nem tündérmeséről beszélünk, hanem mondjuk szuperhősös filmekről, akkor esetleg van-e nagyon nagy favoritod? Megmondom őszintén, nem vagyok ilyen nagy szuperhős filmes rajongó, de a Pókembert azt azért viszonylag szeretem. Most volt az iskolánkban egy úgynevezett kampány, és Marvel volt, ott pont a kampány neve, ezt az osztály találta ki, és ott különböző szuperhősök formáltunk meg, a tanárok, macskanő, pókember, úgyhogy az izgalmas volt, és így szerettem benne részt venni. És te ki voltál? Én nem voltam, tehát én így az osztály része voltam, az osztály egyik szuperhőse, és volt egy nagyon jó kis standunk, ami egy felhőkarcolót ábrázolt, és ott vittük a kajákat, úgyhogy nagyon jó volt. Szeretem az ilyen iskolás rendezvényeket, mert jó mindig így visszatérni a saját közegembe. Egyébként így az éneklés, így a fellépések mellett mennyire tudod az iskolai életet is így hát átélni, megélni? Szerintem nagyon jól, tehát nagyon fontos szerintem az életben ez a kettős dolog, hogy most itt vagyok, én megmondom őszintén, ilyen rendezvényeken én kicsit feszengve érzem magam, sokkal inkább szeretem az iskolában, a saját közegemben ellenni, de igyekszem megfelelni a helyzetnek, amennyire tudok. Osztálytársak hogy viszonyulnak egyébként hozzád? Nagyon cukik, mindenki kérdezte, hogy küldjem át a szettemet, mert kíváncsiak, hogy mit sikerült összehozni, és a lányok így kitalálták, hogy Bogi, legyen ma estél lófarokban a hajad, úgyhogy üzenem mindenkinek sikerült. Nagyon-nagyon rendesek, és most lesz hamarosan a 18. szülinapom, és nagyon-nagyon sok osztálytársam is ott lesz, úgyhogy majd jól megünnepeljük. Az nagyon izgi. Fiatalok, tinik azért tudnak rossz indulatúak lenni. Te mennyire tapasztaltad így az iskolában? Én váltottam egy iskolát. Nem tudom, hogy ez okozta, de én az előző iskolámban nem igazán találtam a helyem. És ez biztos, hogy az én hibám is volt valamilyen részről, csak nem tudom, ott nem találtam annyira magam, vagy a kapcsolatot nem tudtam annyira megteremteni, pedig szerintem egy ilyen eléggé vidám és ilyen kapcsolatteremtő ember vagyok, viszont a mostani iskolámban azt mondhatom, hogy teljesen jól érzem magam, és mindenki nagyon nyitott, jó fej, és sokan zenélnek is az osztályban, úgyhogy ez jó. Beszéljünk a szülinapodról. Azért a 18. mérföldkőt, mennyire vártad, vagy mióta vártad, hogy 18 legyél? Én nagyon régóta várom, hogy 18 leszek, és kíváncsi vagyok, hogy mennyi változás fog történni. Tehát mindenki azt mondja, hogy semmit nem fogok érzékelni másnap, hogy hú, most 18 lettem. Meglátjuk, várom, és várom a bulimat is, nagyon. Tervezel valami különlegességet erre a napra? Hát lesz egy szülinapi bulim, amit most már több hete szervezek, és a barátaimmal szeretném megünnepelni. Igazából ennyi a különlegesség, és ez nekem már önmagában elég, hogyha ott lesz 50 olyan ember, aki nekem nagyon fontos, és együtt kitombolhatjuk magunkat ezen az estén. Hát akkor én előre is boldog születésnapot kívánok, és jó bulizást! Köszönjük szépen! Sziasztok!